az orosz parlament alsóháza vizsgáló bizottságot hoz létre az orosz belpolitikába való állítólagos külföldi beavatkozás kivizsgálására. A helyi sajtó szerint a bizottság eredményeit megosztják majd az Európai Tanáccsal és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel is. A Duma több képviselője ugyanis úgy látta, hogy a moszkvai tüntetések idején a külföldi sajtó és a diplomáciai testületek egy része beavatkozott Oroszország belügyeibe. A külügyminisztérium szóvivője szerint a Deutsche Welle tudósítása a tüntetésekről, illetve az amerikai nagykövetség tweetje, amelyben a tervezett demonstrációkról adtak hírt, ilyen beavatkozás. Az oroszországi Carnegie Központ szakértője szerint az orosz néplélekben kell keresni az aggodalom okát. Mifologiom pozvoljajus predstavljajt eti szabitje, kak inspirirovanai kemte. Van egy olyan mítosz, amely szerint az oroszországi eseményeket kívülről szervezik. A mostani kormányzatra és különösen Putyinra jellemző, hogy a dolgok nem maguktól történnek, és nincsen a népnek akarata. Senki sem megy az utcára önszántából. Több tízezer ember vonult az utcákra Moszkvában és Oroszország több városában, miután több ellenzéki jelöltet kizártak a szeptemberi helyhatósági választásokból.